Panamának a legmagasabb pontja, a Volcánbarú. Több mint 3000 méter magas ez is. Ez azért nagyon speckó hely, mert ha szép tiszta az idő, akkor mivel Panama egy eléggé keskeny ország, szép időben, ha elnézel nyugat felé, akkor láthatod a csendes óceánt, ha pedig kelet felé, akkor az Atlanti óceánt, szóval azért ez egy vagy eléggé komoly vizuális élmény, hogyha ha van elég szerencséd és elég időt kívánni, hogy tisztuljon itt az idő, nekünk igazából szerencsénk volt. Az ember egyébként egy karakter, egy francia srác, aki nagyon szerény volt az elején, mert nem nagyon akarta használni az angolját, aztán amikor jeleztük neki, hogy nyugodtan használja, akkor meg elkezdte túl használni, úgyhogy vele nagyon mókás dolgokat csináltunk. Ő rengeteg dolgát elhagyta az úton, amikor kitört Nicaraguában a polgárháború, akkor senkinek nem szólt, hogy hol van, tehát a családja fölhívta például a követséget Nicaraguában és a rendőrséget is. Aztán hazafelé lekéste a repülőjét, tehát Pascal tényleg egy karakter, egy igazán elszabadult hajóágyú, és nagyon mókás volt vele utazni, a mai napig megvan a kapcsolat, azon kevés utazónak az egyike, akivel tartjuk a kapcsolatot. Ez tipikusan sajnos egy olyan dolog, hogy mindig megígérik egymásnak az utazók, hogy tartjuk a kapcsolatot és meglátogatjuk egymást. Az embereknek azt mondanám a 90-valahány százalékát soha életedben nem látod újra. És ez úgy gondolom, hogy ez egy nehéz dolog, de ezt valahol el kell tudni fogadni, meg ezt meg kell tanulni kezelni, mert hogyha átizsákos utazó vagy, akkor rengeteg emberrel fogsz kapcsolatba kerülni, és rengeteg jó momentumot fogsz velük megélni, de ezek arra az időre és arra a helyre szóló barátságok is, és ezt nem mindenki kezeli jól, de az idővel szerintem ebben azért jobbá lehet válni.